Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszter úrhoz. Kik jutnak hozzá az egészségügyi adatainkhoz címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. Az Európai Unió idén májusban indította útjára az Európai Egészségügyi Adattér programját, amelyben a tervek szerint 5 éven belül az egészségünkkel kapcsolatos bármilyen információ megjelenik, ha egészségügyi ellátást veszünk igénybe. Az egészségügyi adatok határokon átnyúló megosztásának csak az egyik célja, hogy ha szükségünk van az egészségügyi adatainkra, akkor azt az EU-n belül azonnal hozzáférhetünk. Azonban másodlagos cél, és meggyőződésem, hogy a legfontosabb cél, hogy az összesített egészségügyi információk felhasználása úgynevezett közérdekű projektek számára hogyan valósul, vagy esetleg megvalósul-e. Így például tudományos kutatás, gyógyszergyártás, vagy a politikai döntéshozatal számára. Az Európai Egészségügyi Adattért a Nemzeti Egészségügyi Adatbázisok összekapcsolásával tervezik létrehozni, melynek alapját Magyarországon 2017. november 1-től működő elektronikus egészségügyi szolgáltató tér, rövidítve az EST, jelenti, ami az egészségi állapotunkkal kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza, sőt 2020. júniusától a magánellátásra kiterjedően is tartalmazhat ilyen információkat. Az egészségügyi adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek, úgynevezett különleges adatnak, amivel mi magunk rendelkezünk. Ennek ellenére az EST-ben, a digitális önrendelkezés keretében csak hozzáférési korlátozásokat tudunk beállítani. Tehát például törölni nem tudunk adatokat, nincs is lehetőségünkre, ami egyébként a GDPR 17. cikkével ütközik. Az EST-t működtető országos kórházi főigazgatóság az érintett hozzájárulása alapján, vagy törvényben meghatározott esetben személyazonosításra alkalmas módon, egyéb esetben személyazonosításra alkalmatlan módon is adatot szolgáltat az EST-ben tárolt egészségügyi adatainkról. Ilyen törvényben meghatározott esetet jelent a különleges jogrend, ami az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán november 1-ig fennáll. És ez alatt az idő alatt az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell automatikusan alkalmazni. Kérdésem tehát azzal kapcsolatos, hogy az EST-ben tárolt egészségügyi adatokat határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó információcsere keretében mely tagállamoknak adtak át, az elektronikus betegségregiszterbe és a pandémia értékelő regiszterbe feltöltött egészségügyi adatainkhoz kik férnek hozzá. 2020. január 31-ig visszamenőleg az operatív törzs és munkaszervezete egészségügyi adatainkat milyen célra használta fel, feldolgozásukkal kiket és mennyiért bízott meg. Az egészségügyi adatainkat eladták, és mennyiért külföldi gyógyszer, illetve vakcinagyártók cégeknek, a befolyt bevétel hova került? Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvági Bence államtitkár úrnak, miniszterhelyettes úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Az EST-nek a nevét valóban elsősorban a járvány alatt tanultuk meg mindnyájan. Szerintem a legtöbbünk mobiltelefonján ott van az alkalmazás, ami a védettségi igazolványunkat is tartalmazza, amelyet így sokan megismertünk. De korábban is, ahogy ön is mondta, amikor az e-receptek először kibocsátásra kerültek, akkor is talán sokan megismerték. Naponta 800 ezer e-recept kerül be a rendszerbe. Ez nagy segítség, hiszen így az orvos adott esetben a digitális térbe tölti fel a receptet, és nem papíron kell elmennünk a patikába, hanem a személyünkkel is ki tudjuk váltani a receptet. Régóta vártuk, nem lehet elveszíteni a vényt, szerintem ez fontos, aki kéri, az pedig felírási igazolást kaphat. Tehát ez egy nagyon jó és nagyon korszerű rendszer. Más nálunk fejlettebb országban sincs ennyire korszerű digitális nyilvántartása mindennek, ami velünk történik, hiszen őt mondta, itt adatokat szeretne esetleg ön törölni az EST-ből, de hát ott a betegségeire, a kezeléseire vonatkozó adatok szerepelnek. Azért, hogyha később bármi előfordulásság, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen érzékenysége van, milyen beavatkozásai voltak,
ez segít abban, hogy mindenkit minél hamarabb meggyógyítsunk. Azt hiszem, ez egy óriási erőlépés Magyarországon, és én magam is részt vettem itt Budapesten olyan nemzetközi tanácskozáson, ahol nagyon sok országból jöttek, hogy hogyan működik a mi digitális egészségügyi rendszerünk, mert nekik ez jó példa, és szívesen átültetnék a saját országba is. Erre tehát szerintem igenis büszkék lehetünk. Amire ön utalt, az egy élesítés előtt álló rendszer, ami az esetleges külföldi adatfelhasználást illeti. Miről szól ez? Hogyha valakinek külföldön vagy balesete van, vagy rosszul lesz, akkor a magyarországi adatai hogyan tudnak az ottani kezelőhöz eljutni? Ha külföldön akar gyógyszert kiváltani, hogyan tudja külföldön a gyógyszerét kiváltani? Tehát azokat a lehetőséget biztosítja, hogyha valaki szabadon mozog az unión belül, akkor ha bármilyen baj történik vele, akkor ezek az információk, amik egy magyar kórházban elérhetőek róla, akkor nyilván egy kicsit bonyolultabb informatikai folyamattal, de egy külföldi orvos számára is rendelkezésre álljanak. Ezzel időt nyerhetünk, jobban megismeri a kórházményeket, pláne külföldön az ember még nehezebben tudja elmondani, hogy pontosan milyen korábbi kezelései voltak, de egy digitális módon a leletek hátha jobban láthatók mindenki számára, és ez elő tudjuk segíteni, akár a gyógyszerkiváltást, akár pedig az orvosi kezelést. Úgyhogy ezek én azt hiszem, hogy nagyon jó és előnyös dolgok. Mindenki természetesen amúgy hozzáférések kapcsán önmaga engedélyezi azt, hogy ilyen többlet hozzáférés az ő adataihoz legyen. Ha nem engedélyezi, akkor ez nem kerül ki, és ön is felvetett itt adatvédelmi aggályokat. Mindenki tökéletesen láthatja, az ESZT-nek van egy külön felülete, ahol mindenki maga állíthatja be, hogy ki, melyik adatát ki kezelje, ki láthassa. Tehát a lehető legmaximálisabban igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki érezze, hogy az adatai biztonságban vannak. Tehát, hogyha később nem akar, hogy hozzáférjenek, akkor nem fognak hozzáférni. Ez persze lehet, hogy magát a kezelés fogja egy kicsit utána megbonyolítani. Tehát mindenkinek az adatai biztonságban vannak, a legszigorúbb Európai Uniós és hazai jogszabályoknak egyaránt megfelel az EST adatkezelése, senki adatai illetéktelen kezekbe nem kerülhetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ? Köszönöm szépen. A választ nem tudom elfogadni, államtitkár úr, tekintettel arra, hogy amennyiben jelenleg nem kapunk információt arról, hogy az ESZT-ben tárolt egészségügyi, illetve személyes adatainkhoz az országos kórházi főigazgatóságon keresztül pontosan kik férnek hozzá, az európai egészségügyi adattér kialakítása után sem várható átlátható jogosultság kezelése, ami a nemzetbiztonsági kockázatot jelentheti. Magyarország kormánya az egészségügy digitalizációja keretében az egészségügyi adatvagyon fejlesztését és kiaknázását, valamint egészségügyi kutatási célú adatelemző központ létrehozását tervezi megvalósítani. Egyértelmű tehát, hogy az EST-ben tárolt egészségügyi adatokra az EU-hoz hasonlóan egy önálló üzletágat tervez felépíteni. És továbbra is aggályosnak tartom azt, hogy oké, hogy az digitális önrendelkezés során korlátozni tudjuk az adatainkhoz való hozzáférést, viszont az, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy ebben a rendszerben töröltessük bizonyos adatainkat, azt továbbra sem tartom helyesnek. Köszönöm szépen!